Önök a Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Köszöntöm nézőinket! A rövid híreket követi a vágósertés értékesítés helyzetéről szóló tudósításunk, valamint Paluska Zoltánnal, a Dédász RT vezérigazgatójával készült riportunk. Hírműsorunk után friss tőzsdeinformációkat is hallhatnak. Hírek tehát röviden. A Baranya megyei területfejlesztési tanács holnap délelőtt tartja soron következő ülését, melyen megyénk országgyűlési képviselői is részt vesznek. A rendezvényen Baranya megye területfejlesztési tervét tárgyalják, amely 14 operatív programot tartalmaz. A Magyar Közgazdasági Társaság Baranya megyei szervezete tisztúító közülésére április 28-án szerdán kerül sor. Pitti Zoltán, az Andersen Consulting munkatársa, a külföldi tőke szerepe a magyar gazdaságban címmel tart előadást. A rendezvényen tájékoztató hangzik el a 37. közgazdász vándorgyűlésről is, amely Pécsett lesz. Országos karbantartási konferenciát tartanak a jövő héten a Tudomány és Technika házában. Az április 28-án szerdán kezdődő háromnapos rendezvényen mintegy 50 előadás hangzik el. Emellett termékbemutató és szakmai kiállítás is lesz. A mezőgazdasági termelést igen sok tényező befolyásolja, kezdve az időjárástól, amelyben nincs sok beleszólása az embernek, egészen a jó vagy rossz központi intézkedésekig. Nincs év, hogy valamelyik ágazat ne lenne válságban. A baromfi után most a sertéssel adódnak problémák. Magyarországon a sertés létszám 4,5 millió darab, fele a pár évvel ezelőttinek. Néhány nagy vágóhíd leállt, többen csökkentett kapacitással dolgoznak. Akadozik a vágósertések felvásárlása. Ugyanakkor a múlt héten a Balmazújvárosi vágóhídon szlovák importból történt a vágás. A jelenlegi sertés létszám csökkentése kétélő fegyvernek tűnik. Sok termelő a sertéstartásból él, ha csökkenti a termelést, akkor megszűnik a jövedelme is, és szociális segélyre lesz jogosult. Ezekről a problémákról tanácskoztak Pécsett, a Baranya megyei mezőgazdasági termelők szövetségénél a sertéstenyésztő. A Mérleg stábja azonban a megye más tájain is járt. Azt kellene ma már tudni Magyarországon, hogy mennyi sertés kell. Tehát itt a vita évek óta azon zajlik, hogy 4 millió, 5 millió vagy 10 millió. Ezt egyszer nagyon, de nagyon komolyan el kellene határozni, hogy ez ténylegesen hol van az a szám, ami erre igazán megfelelő, és akkor ehhez be kellene állni a termelői körnek, be kellene állni a feldolgozóiparnak, és természetesen a mindenkori kormányzatnak is tudomásul kellene venni, hogy ezt a szintet akkor tartani kell, és amikor olyan piaci helyzet van, mint most, akkor igenis lépjen be olyan támogatással, vagy egy olyan intervenciós rendszer működjön, ami ezt a pillanatnyi nehéz helyzetet megoldja, mert most azt kell mondani, hogy mind a termelő, mind a feldolgozó nagyon kemény piaci helyzetnek van kitéve. Hiába emeli fel a szakminisztérium 193 forintra a sertés felvásárlási árát, ha feldolgozók nem tudnak érte ennyit fizetni, mert a befejező lánc, a kereskedelmi hálózatok, őtőlük mondjuk egy 150-140 forintnak megfelelő élősúly, ként veszik át a disznót. Tehát így gyakorlatilag, és ráadásul három hónapos fizetési késésben vannak a kereskedelmi láncok, a vágóhidaknál megtermelt nyerességet átpumpálják a saját hálózataikba. A megoldás az nem egy egyszerű dolog. Itt tulajdonképpen mi a termelők úgy látjuk, hogy az ágazatban a megoldás azt jelenteni, ha a kormányzat komolyan venné a korábbi rendeleteit, és ő magát ahhoz tartaná, ami rendeleteket ő már eddig is meghozott. Itt gondolok arra, hogy erre az évre meg lett hirdetve a garantált, tehát a szereplők ehhez alkalmazkodtak, döntéseket hoztak, ezt a rendeletet a kormányzat megváltoztatta, egy kedvezőtlenebb támogatási rendszert alakított ki, amit már a termelők nem tudnak elviselni. A Dédász RT privatizációja óta tavaly lett másodszor nyereséges. A jelenlegi ellentmondásos helyzet ellenére a gazdasági keretfeltételek javulására számítanak. Legfontosabb feladatnak a hatékonyság növelését és a liberalizációra való felkészülést tartják.
Az 1998-as év a Dédász RT számára az új szerkezeti struktúrára való ráállás éve volt. Az átállást sikerült szolgáltatási színvonaluk megtartása mellett végrehajtani. Azt gondolom, hogy az elmúlt évhez hozzá kell tenni, hogy egy nagyon nehéz és kemény év volt. Ebben az évben kezdtük el a szervezetfejlesztés, ami a jövőépítés, a költségtakarékosság, a liberalizált piacra való felkészülés, és ezekben az időszakokban, amikor új dolgokba vágunk, és átalakítunk egy szervezetet, egy vállalatot, akkor mindig azzal jár a működésben ez az átalakulás, hogy elbizonytalanodás van részben a dolgozók részben, részben a folyamatok pontatlanabbak, tehát esetleg ezt észreveszik a külső ügyfelek, vagyis ügyfeleink, hogy nem olyan a cég, mint korábban volt, sajnos ez megjelent a tavalyi megítélésünkben is, de úgy gondolom, hogyha egy példával élhetnék, ez olyan, mint amikor egy anyahajóról elszáll egy vadászgép, sajnos mostanában többet láthatunk ilyet a tévében, először egy kicsit zuhan, és utána kell hirtelen emelkedni. A társaság a tavalyi évben intenzív előkészületeket tett a hálózati veszteségek csökkentése érdekében, de az intézkedések nagyobbik részének bevezetése csak idén történhetett meg. A cég vezetői emellett azért bizakodóak. 99-es éves évi eredmények, az a elvárt eredményünk, illetve a tervezett eredményünk az meghaladja a 2 milliárd forintot, tehát a tavalyi évhez képest további eredménynövekedést terveztünk, de sajnos már most látjuk, hogy ennek nehéz feltételek között kell megfelelni. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is tovább csökken a nagy ügyfeleink villamosenergia fogyasztása. Az elmúlt évben, mint tudjuk, a Dédásznál 1%-kal volt csökkent a villamosenergia forgalom az előző időszakhoz képest. Erre az évre növekedést terveztünk, de sajnos még mindig csökkenés van. Tehát csökkenő energia árbevételek mellett szeretnénk eredményt elérni. Ez csak úgy sikerülhet, hogyha tovább tudjuk hatékonyságunkat javítani. Részben folytatódik az átszervezés, az átszervezés megkezdett átszervezésnek az eredménye, és reméljük, hogy bizonyos mértékig látszani fognak. A társaság tartja magát a korábban megfogalmazott céljához, hogy olyan áramszolgáltatóvá tudjon válni, amely eléri a leghatékonyabban működő európai vállalatok szolgáltatási színvonalát, és részvényesei számára is megfelelő nyereséget tud kigazdálkodni az 1999-es évben. A Mérleg holnap reggeli adásában a legfrissebb gazdasági információkat és lapszemlét is láthatnak. Vendégünk lesz dr. Kovács Katalina, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója. Vele arról az együttműködési programról fogunk beszélgetni, amelynek keretében ír szakértők régiónk területfejlesztési szakembereinek tartottak tréninget. Műsorunk végén a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információi következnek, de maradjanak velünk ez után is, hiszen akkor jelentkezik majd a mai nap tőzsdei összefoglalója. Eseményeinek összefoglalója következik a Duna Invest jóvoltából, a vonalban Kill Zita befektetési tanácsadó. Köszöntöm! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a Pécs TV nézőit is. A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX ma újra tesztelte a 6000 pontos álomhatárt, azonban ezt nem sikerült tartósan átlépni, így az index 5968 ponton zárt, ami 3,5 pontos esésnek felel meg. Közepes forgalom mellett a mai napra a kivárás volt jellemző. A nap nagy vesztese a vegyipar volt, a nemzetközi trendnek megfelelően. A TVK-t mintegy 5%-ot, a Borsodkén pedig 1,5%-ot veszített értékéből. Legnagyobb mértékben a Richter emelkedett, a gyógyszeripari papír 3,6%-ot emelkedett, 8880 forinton fejezte be a kereskedést. A vezető papírok közül a Matáv záróára 1345 forint volt, az OTP 10185, a MOL pedig 5290 forinton zárta a kereskedést.
Köszönjük szépen az összefoglalót. Kedves nézőink, friss tőzsdei információkkal a holnap reggeli mérlegben jelentkezünk. A következő pár percben szintén egy-két nagyon fontos dolgot tudhatnak meg a Pécs TV műsorából. Maradjanak velünk azok után is, hiszen ma este még lesz művészeti híradó és sportösszefoglaló is, amelyben a Matáv Pécs Palis kosárlabda mérkőzésről láthatnak összefoglalót.